Sziasztok, az ütőkező a kockátékban, és ezúttal is David Udolom jöttek már, amikor az igazán speciális változatát a Gladiator című filmnek. Három David is kiadás, bővített változat, és meg annyi extra már rátok, ha ezt nézitek. A filmek 17 perccel hosszabb. Átvetjétek, ugyan a bővítések ebben a filmben nem adnak oly sokat hozzá, mint más filmek esetén, de ezt már korábban említettem, ennek ellenére enyhén szóval érdemes beszerezni ezt a kiadványt, mert a rendező teljes felügyelete mellett készült. Gyakorlatilag Ridley Scott végig figyelt az egész folyamatot, hogy miket rakjanak be, hogyan, mennyi, milyen mennyiségben, és mely jeleneteket, és milyen extrákat. Ez a kiadvány leginkább ugye a már megszokott 3-4 DVD-s kiadás, bővített speciális DVD kiadásokhoz hasonlít. Öt Scott díjat, közöttük a legjobb filmért és a legjobb szélszakítása esetleg elnyerő Gladiator, ez a olyan bővített különleges kiadásban jelenik meg, amely hozzáadott kívánat 17 perc további filmrészletet is tartalmaz. Ezt a három emelet váló kiadást a rendező Sir Ridley Scott, mennyi királyság sem a végbeszélyben, 8 év utása alá, személyesen felügyelte a kiadvány, a maga rengeteg extra elemnél az elemi legemlékezetesebb Gladiator verzióját kínálja és garantáltan felejtetlen izgalmas élmény biztosít minden nézője számára. Az első mezen van egy fél perces felvezető a rendezővel, Ridley Scott-tal. Van egy jó szórakozik érdekesség a választható feliratsában, című kis vicces videó, extra videó. Van egy megjegyzések videó Street People előzetes, hát ez gyakorlatilag egy dokumentum, kérveszem. Russell Crowe és rendező Ridley Scott film kommentára találtam az első mezen, és gondolom a film maga. A másik nem ez erő és becsület. Az ugye a világának megalkotása. Az írnak mesélje történet kialakulása egy 34 perces kis videóval. Küzdelem eszközei, fegyverek, majdnem 13 perces videó. A birodalom díszletei, jelmeztervezés, 19 perc, 40 másodperc. A csata hevében nyártási naplók, 65 perces, van a 66 perces hosszú videó. Róma dicsősége látványának 20 percben, árnyék és for, feltámad a proximum 24,30 perc. Az örökké valóság visszhangjai, megjelenés és hatás, 19 perc. Szóval eléggé durván itt is az extrák, leginkább tényleg a gyűrűkora 4 DVD is kiadásra tudnám a sőteni minőségben. A harmadik nevezem pedig kép és díszlet címmel, látványtervezési koncepció Arthur Max, 9 perc 30 másodpercben. Vázlatrajz mutatása Sylvain Desprez, ezt nem tudom, hogyan kell kérteni, 14 perc. Vázlatrajz galéria, vázlatrajz és a film összehasonlítása választható kommentára 21,48 perc. Ridley Grammák, jellemeztervezői galéria, fotogalériák. Kiegészítő archívum, kiadott mondatok és történetek. Vizuális trükkök, Germánia és Róma, 23,49 perc. Előzetesek és térőreklámok 2,5 percben. A felajtozás felnézik a filmével, tehát ezeknél az extráknál ugyanúgy vannak feladatok, mint a filmeknél. Az első lemezem van a film 5.1-es magyar és angol hanggal, felirat magyar, angol, dán, finn, héber, holland, izlandi, norvég és svéd változatban látható, míg az extrák a többi lemezen 2.0-as hanggal, angol hanggal vannak jelen, sajnos nem sajnos, magyar, angol, arab, bolgár, dán, finn, francia, német, héber, holland, izlandi, norvég és svéd felirattal, illetve feliratozással. No, hát fősoroltam, hogy ide elment a nap, ez a sok extra, de megérdemli a film. Ilyen tehát a borítom, mert lehetne erősen, mert kicsit gyengének érzem. Itt pedig mi más, mint Maximus, azaz Russell Crowe jelmezben, és félig annélkül teljes jelmezben. Itt is a Maximus láthatjuk, hogy kinyitjuk ezt a szép kis kiadványt, illetve láthatjuk a császárt. Hát még ez a spoiler, de ő lesz a császár. Aztán megláttam annyira, hogy tudjátok. Most pedig megpróbálom megmutatni nektek, hogy a háttérben Gladiator harc látható, így adották meg a készítők ezt a jó kis DVD tokkozást. Jaj, hoppá,
Másik. És ha kinyitom, akkor itt még látható egy harmadik DVD. És zárásként pedig nagy a harcra készülődik. Russell Crowe. De ezen kívül van még egy, ugye az egész elközött kis füzetecske. Nagyon tetszik. Láthatjuk azt, hogy hogyan tervezték meg a legjobb jeleneteket. Maga a rendező és a színészek társasága, mert a legjobb jelenetekről a képek. Hát igazából ennyi, amit akartam mondani a kiadásra. Visszarakom. Terpeszkedik. Tehát remélem tetszett nektek, szerintem megérdemli az árát. 2-3 ezer forintért már beszerezhető a neten, de legrosszabb esetben 7 ezerért. Viszont már csak a neten szerezhető be. Tehát úton bolti kereskedelmi programban már sajnos nem létezik ez a kiadvány. Csak a Blu-ray kiadás, amely tartalmazza a sima és a bővített változatot, eldönteti az ember, melyiket akarja nézni, ami nem gond, csak ezzel nagyon sok helyet vesznek el, 2 vagy 3 Blu-ray-ből a nagy része a filmekkel megy el, és alig van rajta extra ellentétben ezzel. Ezek nincsenek is rajta, amiket itt sorban soroltam, nektek is felsorolhattam. Tehát azért úgy nézzétek ezt a kiadványt, hogy ez már elég ritka, és ezért van az, hogy az interneten lehető, csak fel Vaterán, apród.hu, egy kis reklám, Jófogás, Express, egyebek, ismerősök. Hát ez van, én is így tudtam beszerezni, de hát valamit valamiért. Nyilván, de miatt ugye nem teljesen új kiadást, de szerintem nagyon állapodva, meg úgyhogy köszönöm még egyszer, akit megvehettem. Ennyit akartam mondani, hogy ez csodaszép kis kiadványról, majd győzzük megnézni az extrakat is a filmet, akár többször. A legközelebbi találkozásra búcsúzom tőletek, sziasztok!